Jó estét! Remélem, lassan megszokják, hogy ez a műsor mindig a szavazással kezdődik, ma is így lesz. A mai kérdés úgy szólt, hogy ön szerint az ország gazdasági állapota, a pénzügyi helyzete lehetővé teszi ezt, hogy a szocialisták visszaadják a 13. havi nyugdíjat, ahogy ezt Botka László ígérte. Mielőtt elmondanám, hogy az eddigi, a szavazás eddigi eredménye hogy alakul, gyorsan a három vendégnek ugyanezt a kérdést felteszem, igennel, nemmel. Gól Nándor, az MSZP alelnöke. Mondana mást. Váradi Júlia, a régi kollégám a rádióból, már nem ebből, hanem a régi normális rádióból. Szerinted? Szerintem is, igen. Igen. Na, Holoda Attila, egykori energetikai államtitkár. Szerintem nem. Fogadásom volt. Na, akkor elmondom, ja, eredetileg úgy lett volna a kérdés, hogy ön visszaadná a 13. havi nyugdíjat, de mondtam, hogy nem biztos, hogy végig gondolnák a nézők, hogy ez mivel is járna, úgyhogy én nekem ez nem ízlett, úgyhogy végül mondtam, hogy inkább ez így tegyük fel a kérdést. És milyen okosan tettem, mert 54% a szavazóknak szerint lehetővé tenni, tehát egyetért a szocialistákkal, viszont 46% úgy gondolkodik, hogy Holoda Attila, egykori államtitkár, hogy sajnos, hát a sajnos nincs benne, de hogy nem. Egyébként a műsor végéig, tehát olyan 3-7-ig lehet szavazni online, tehát ha megkeresik az atv.hu-t vagy az ATV Facebook oldalát, akkor ott szavazhatnak. Telefonálásra egyelőre nincs technikai lehetőség, SMS-re vagy telefonra, reméljük, hogy majd egyszer így lesz. És akkor most nézzük a tartalomjegyzéket. Az elmúlt évek magyarországi fejleményei rendszer szinten fenyegethetik a jogállamiságot, állapította meg az Európai Parlament. A nagy többséggel elfogadott határozatot 67 néppárti, tehát a Fidesz pártcsaládjához tartozó képviselő is támogatta. A testület megkezdi az uniós szerződés 7. cikkelye szerinti eljárás előkészítését. Gyurcsány Ferenc ma szóban tájékoztatta Molnár Zsoltot, a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának szocialista elnökét azokról az információkról, amelyek Orbán Viktorral kapcsolatban a birtokába jutottak. A DK elnöke hetek óta arról beszél, olyan dokumentumokat látott, amelyekkel zsarolható a miniszterelnök. Kormányra kerülve visszaadja a 13. havi nyugdíjat a szocialista párt, jelentette be Botka László a parlamentben. Az MSZP miniszterelnök jelöltje azt ígérte, visszatérnek a kedvezőbb svájci indexáláshoz. Megduplázzák az öregségi nyugdíjminimumot, a 100 000 forint alatti juttatások esetében pedig érdemi korrekciót hajtanak végre. Megismétlem, amivel kezdtem, hogy olyan fél hét körül kapcsoljuk Molnár Zsoltot, a Nemzetbiztonsági Bizottság elnökét, akinél néhány órával ezelőtt Gyurcsány Ferenc látogatást tett, és átadott olyan bizonyítékokat, amelyek szerint zsarolható Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. Tehát ez egy telefoninterjú lesz, nem örülnék, ha lemaradnának. Egyébként önök ne örüljenek, ha lemaradnak, mert máshol egyelőre Molnár Zsolt nem szólal meg, csak nálunk. Na, hát Gurnándot alapvetően azért hívtuk meg, amiről itt az utolsó téma szólt, tehát hogy visszaadnák a 13. havi nyugdíjat, akkor rögtön mondom, hogy mit mondott erre a Fidesz. Botka teljesen hiteltelen, mivel annak idején ő is megszavazta, hogy elvegyenek egy havi nyugdíjat. Ugye ebből volt egy perpatvar, a Gyurcsányt piszkálták, hogy ő vette el, de nem ő vette el, hanem 2009-ben Bajnai Gordon, amikor éppen... Figyelek. Nem elvettük, felfüggesztettük. Tehát az volt a mondás, hogy akkor is, hogyha a gazdaság helyzete megengedi, akkor újra lehet. Nézze, akkor egyébként a mennyesség kormány vezette be, ugye? Jól emlékszem. Igen, 7 évig, azt hiszem 7 évig volt. Hmm. Tehát akkor egy pénzügyi-gazdasági világválság utáni hónapokat éltünk. Az egy nehéz időszak volt. Azt követően látható módon, hál' Istennek mondhatom azt, hogy szerencséje van a Fidesznek a gazdasági folyamatok alakulása tekintetében, mert hogy nem az ő jó voltából, de mégis a külső körülmények okán gyakorlatilag jobban jön ki Magyarország a dolgokból, mint ahogy annak idején kijött a válság időszakában. Ha jól értem, akkor ön azt mondja, hogy volt egy gazdasági szükséghelyzet a 2008-as válság után, a Bajnai Gordon ennek hatására döntött úgy, hogy a 13. havi nyugdíjra nincs pénz, és Botka, akit a Fidesz közlemény szerint ő egy nyugdíjcsökkentő szocialista, ezt szolgálja, megszavazta. Gyorsan
ki hogy emlékszik? És... Én egyáltalán nem emlékszem erre, hogy Botka ezt Szolgaia megszavazta volna. Nem is megnyomta tudom, a gombot. Megnyomta a gombot, hogy Szolgaia-ne, vagy Uriasan, azt nem tudom. Minden esetre abban biztos vagyok, hogy egy olyan intézkedés, amely a nyugdíjakat rendezi, a nyugdíjügyekben végre tisztánlátást eredményezne, az nagyon-nagyon elvárható egy bármilyen új kormánytól, mert ez a jelenlegi ezzel nem igazán foglalkozik. Ugyan arra hivatkoznak, hogy sokkal nagyobb nyugdíjat kapnak ma, mint 7 évvel ezelőtt az emberek. Ebben lehet, hogy igaza van, egyrészt az inflációt is bele kell számolni, másrészt pedig, és ez nagyon fontos, azért az, amire itt egyébként a szocialisták hivatkoznak, nem csak a 13. havi nyugdíj, hanem a 100.000 forint alatti, hanem a részleteket még beszélünk. Majd még megbeszéljük, de még ezt hadd mondjam, ezt a mondatot végig. Tehát azt gondolom, hogy ezekben az ügyekben, ha lépnek, legyenek azok szocik vagy bárkik, azt nagyon jól teszik. A Holod Attila számára abszolút adódik a kérdés, ha ilyen jók a számaink, és a vita csak azon van, hogy 4,1%-os lesz a gazdasági növekedés, vannak, akik persze azt mondják 3, valamennyi, ez biztató. A makroszámok nagyon jól alakulnak, mondja a kormány. Makroszámok alapvetően jól alakulnak, köszönhetően az Európai Unióból ide áramló hatalmas nagy pénzösszegnek. Az alapvető probléma, és amiért én azt mondtam, hogy nem engedheti meg magának jelenleg az ország, az, hogy ezekből az ide áramló nagy pénzekből fenntartható és folyamatos fejlődést jelentő termelőiparág nem alakult ki. Nem arra költjük a pénzt. A Gornándorhoz a kérdés adódik. Megint a normativitással van a bajom, ami egyébként azt jelenti, hogy mindenkire egyformán vonatkozik. Hogy én, azt hiszem 2.800.000 nyugdíjas van, ugye? Hát attól függ, öregségi nyugdíjas nem, az jóval kevesebb, mert rengeteget megszüntetett a Fidesz. Ebben beszámítják. 2 millió környékén. De önök minden nyugdíjtípusra kiterjesztenék? Nyugdíjasokról beszélünk. Általában. És akkor az azt is jelenti, hogy például a rokkan nyugdíjak, amiket elvett a Fidesz, és visszakerülnek? Ha kormányzunk, akkor intézményrendszereket újra kell gondolni. Mindenképpen. Tehát nem működik, nem működhet, mint ahogy ma működik. De igen, vagy nem, mert a rokkan nyugdíj az egy nagyon kardinális kérdés. Nyilván egy kormányzás időszakában minden fillér megszámolom. Én hát kérdezem már meg azt, hogy engem mindig zavar ezek a 13. 14. havi, mert ezeknek van egyfajta jutalmazás jellege, amit a vállalatok azért használnak, hogy motiválják az ott dolgozókat. A nyugdíjasokat mire kell motiválni? Szavazásra? Mert ennyi erővel azt lehetett volna mondani, hogy ez a 13. havi nyugdíj, ez nem más, mint nagyjából 8-8,4%-kal növelni a nyugdíjat, és akkor az egy tiszta dolog, mert abban lehetne például distinkciót tenni, hogy a kis nyugdíjasoknak magasabban, a nagyoknak kevésbé. Ezt akartam én is kérdezni. Én bevallom, hogy én abba a 20.000-be tartozom, a kb. 2,5 millió öregségi nyugdíjas közül, aki a legtöbbet kapja. Mert így alakult. Én miért kapok 13. havi nyugdíjat maguktól? Én nem azt mondtam, hogy ön fog kapni. Én azt mondtam, hogy általánosságban vettem a 13. havi nyugdíjat. Na most akkor konkrétan, kiknek adnának? Én nem kérem. Majd a kormányprogramban nyilvánvalóvá fogjuk tenni természetesen. De nem, csak hadd fejezze be. Egyetlen mondatot szeretnék mondani. Tehát a gazdaság jóságfoka az nyilván kell, hogy hozza magával azt, hogy a nyugdíjasok is részesüljenek a történetből. Erről szól a nyugdíjprémium kategóriá is, amit egyébként 2009-ben mi foganatosítottunk, amit most majd érvényesíteni fog a Fidesz. Tehát egy a lényeg a történetek, az nem működik, hogy valami a gazdasághoz hozamot termel, és közben ebből csak és az aktív korúak részesüljenek, mert akkor még inkább szétnyílik az olló az aktív és a nyugdíjas korúak között. Egyébként Attilának mondom, hogy ez a 13. havi nyugdíj, én is úgy gondolom egyébként, hogy gazdaságilag nem engedhetnénk meg magunknak, de ugye Lázár János viccesen azt mondta a civil összefogásnak jutatott MVMS fél milliárdra, hogy legalább nem lopták el? Tehát azt akarom mondani, hogy... Hogyha így közelítjük meg a dolgot, adják oda azt a 13. havi nyugdíjat, azt se lopják el. Azzal együtt, hogy azért nagyjából a nyugdíj soron, ahogy én megnéztem a költségvetést, olyan 3000 milliárd forint van. Hogyha ezt megemeljük ezzel a durván 8,4%-kal, az ilyen 260 milliárd forintot jelent. Hogyha azt mondják, hogy a 260 milliárdot mondjuk kiszedik a stadion építési programok, azt mondom, hogy igen, kapják meg a nyugdíjasok. Ezzel együtt az, hogy egy ilyen plusz adható
dolog. Én továbbra is ezzel vitatkoznék. A nyugdíjasokat ne jutalmazzuk, emeljük meg a nyugdíjukat. Az, hogy van 13. havi, az egyetlen egy dologra csábítja esetleg a következő vagy az azt követő kormányt, el lehet venni. Tehát mindig lehet vele operálni. A parlamentben az egyik szocialista képviselő hölgy, ön biztos emlékszik rá, szóvá tette, hogy a nyugdíjminimum 9 éve 28.500 forint. A válasz teljesen elsomákolt a Rétvári Bence volt, aki vette a bátorságot, hogy tehát egyszerűen nem is volt rá válasz. Így van, ezt sokan mondjuk, de a lényeg a történetnek talán nem is ez, hanem az, hogy 28.500 forint, ez a teljes jogú nyugdíjnak, tehát 20 év szolgált idő minimum, ami alapján megállapítható, az alsó limitje, és 28.500 és 50.000 forint között ma Magyarországon teljes jogú nyugdíjasként 74.000 ember, és nyugdíjszerű ellátásban még plusz 364.000 ember kap ennyi pénzt. Ugye nem gondolják komolyan, hogy ebből a pénzből meg lehet élni. Tehát amikor ott senki nem gondolja komolyan, akkor miért nem azt mondják, hogy akkor rend tényleg, ahogy elhangzott, hogy az egész nyugdíjrendszert kell rendbe rakni, mert vannak ilyen, igazságtalan dolgok, ezeket rendbe kell pakolni. A méltányossági nyugdíj, a nyugdíjkorrekciók rendszer, ezek mind hozzátartanak egy baloldali logikához. Hogyne, és a rokkan nyugdíjakat vissza kell adni. Vagy nem lehet azt megcsinálni, és utolsó mondatom, nem lehet azt megcsinálni, hogy miközben a nyugdíjkorhatár 65 évre emelkedik, 2022 után ugye senki nem tud hamarabb elmenni, aközben likvidálták az összes rugalmas nyugdíjbevonulási lehetőséget. Korkedvezmény, korengedmény, előrehozott nyugdíj, szolgált nyugdíj, bármiről beszél. És hát ugye az egész elképesztő az, hogy hát ugye én azt soha nem felejtem, hogy van, amikor a rendszerváltás évében, egy reggeli krónikában egy UNESCO előrejelzést ismertettem, ami arról szólt, hogy 25 éven belül Csehország, hát akkor még Csehszlovákia, illetve Magyarország utoléri az Európai Unió átlagát. Azóta a régióban is tök utolsók vagyunk, és csak mondom, rémisztőleg mondom, hogy Szlovákiában 30 évi munka után 80.000 forint a minimál nyugdíj, és nálunk 28.500. Na, tovább megyünk, jön a második témánk. Én jól elmondtam a véleményemet, de most már nem fogom. Bocsánatot kérem. Az elmúlt évek magyarországi fejleményei rendszer szinten fenyegethetik a jogállamiságot, állapította meg az Európai Parlament. A nagy többséggel elfogadott határozatot 67 néppárti, tehát a Fidesz pártcsaládjához tartozó képviselő is támogatta. A testület megkezdi az uniós szerződés 7. cikkelye szerinti eljárás előkészítését. Na, négy baloldalnak mondott párt, hát szocialisták, zöld, stb. Javaslatát szavazták meg, ezt győzelemként könyvelik el, és hogyan tudnak igazán értelmesen válaszolni arra a vádra, hogy hazaárulás, ezt megszavazni, az ország elleni támadás, mert minden nap háromszor hallom, és ma is hallottam, ez nem Magyarország ellen szólt, ez nem a magyarok büntetése, hanem a kormányé. A kormány viszont rendszeresen önmagát, mint a haza megtestesítőjét jeleníti meg. Nem tudom, hogy lehet ezzel kezdeni valamit? Én azt gondolom, hogy be kell égetni, tisztává kell tenni az emberek előtt, hogy ez a kormányzati politika, ami zajlik, ez nem is hozhatott mást. Tehát ezt nem győzelemként kell megélni, ez a realitás, ez volt a várható végkövetkezmény e tekintetben. Tényleg nem Magyarországot büntetik, nem erről szól a történet, nem, itt az Orbán kormány az, aki ebben a millióban, az európai légkörben lassan nem fér meg. Na, ezt viszont nekünk nem szabad megengedni. Tehát szerintem az embereknek előbb-utóbb arról kell dönteni, hogy Európa vagy Orbán. Hát, ha engem megkérdez, akkor én Európa mellett döntök. Júli, azt mondd meg nekem, hogy szerinted a magyar állampolgárok hány százaléka tudja azt, hogy mit jelent a 7. cikke elindítása? Baromi kevesen tudják. Ha megengeded, akkor nem csak erre fogok válaszolni, de igazi de akkor pontos százalékot nem arra tudnék is mondani neked. Tényleg mindjárt... olyan, mintha egy iskolában ülnénk, igazgató hát ez így van. Attila már szóba tette ezt, de most... Igen? Igen, hogy... És akkor teszi fel a kérdést egy átlag magyar, hogyha az egésznek a végén megvonják Magyarországtól a szavazati jogot, és akkor mi van? Hát ez nem egészen így van, ugyebár, mert minden ilyen szankciót mi szívjuk meg, mi Magyarországon, akik itt élünk,
a Orbán kormány követi el nap mint nap azokat a dolgokat, amelyekért büntetés jár, és az Európai Unió büntetése abszolút jogos lesz, csak hogy nem azokat büntetik majd, akiket igazából meg kéne büntetni, mert elkövették, amit elkövettek, hanem ezek mi leszünk, akik ez emiatt majd valószínűleg semmi olyasmiben nem fogunk tudni részt venni, amiben jó lenne részt venni. De még ezen kívül azt akartam elmesélni, hogy idefelé a rádióban biztos sokan hallották. Azt hallom, hogy valamelyik remek fideszes úgy kommentálta ezt a mai döntést, hogy ez is egy Soros által szervezett. Ez a Fridesznek a frakciós ajtófőnöke tálalta. Én alapvetően azért nem mondanám teljesen ezt, hogy minket fognak megbüntetni, mert itt azért végre már egy olyan döntés született, amikor konkrétan felsorolt, hogy vissza kell vonni meghatározott törvényeket, a korrupció miatt felfüggesztik a pénzek folyósítását, lehet, hát hogy ez minket érint, most, igen, de nem azt mondták, hogy akkor korrupció, és akkor vissza kell fizetni, egész egyszerűen meg kell nézni ennek a mechanizmusát, tehát valamennyi esetben egy konkrét döntés született, ugyanakkor senki nem gondolja azt komolyan, hogy a hetes cikkelynek a végéig el fognak jutni, mások azért sem, mert az összes tagállamnak egyetértően kell megszavazni az Európa Tanácsba, és nagy valószínűséggel lengyelek, már csak azért is, mert utána valószínűleg ők következnének, és őket is meg kell valakinek védeni, de az, hogy elindult most ez a dolog, és különösen az, hogy néppárti támogatást kapott, az azt jelenti, hogy a néppárti múlt hetekben lévő jelzések, azok nem voltak véletlenek. Én is erre akarom kitérni, de Gónándor. Ez a kulcsa a történetnek. Jó, de mielőtt elmondanám csak annyit. 751-en szavaztak, 393-an támogatták a javaslatot, hogy ez a folyamat, most ne részletezzük, induljon el, és 67-en a néppártból átszavaztak a 211-ből. Ez nem véletlen. Nagyon sok. Igen, ez nem véletlen, tehát ez valamin alapszik. Mondjuk alapszik azon, hogy a demokráciát sárba taposták, alapszik azon, hogy a fékek ellensúlyok rendszerét lenullázták, alapszik azon, hogy a CEU-val kapcsolatban az egyetemek szabadságát megtörték, alapszik azon, hogy a civilekkel mit csinál, sok mindenen alapszik, és összerakodott ez a történet. Alapszik azon, hogy uszítanak az Európai Unió ellenében, ahonnan azokat a forrásokat, annak a sokaságát kapják, ami egyébként pluszos GDP-t hoz Magyarországon. Igen. Szóval ez nyilvánvaló, hogy ide torkollik. Attilától kérdezem. Hát azt hiszem, hogy négyünk közül neked van egy igazi nemzetközi kitekintésed. Igen. Rengeteget tárgyalsz külföldön, igazgatótanácsi tag voltál a Molnál, tehát egy nagy nemzetközi kitekintésed. Molnál nem csak az Inánál. Tessék? A Molnál nem csak az Inánál. Azt inkább nem. Egyébként Kisoroszlóban Molnár Zsolt előttem szavazott. Igen, aki nem tudnak, képviselő lettem, és Hernádi Zsolt után én léptem be. Igen. Kis rövid gatyában volt kis kockás, igen, nem tudom, hogy lehet. Biztos rád szavazott. Na, ezzel fejezzük be. Milyen a megítélésünk? Most ez egy rendkívül primitív kérdés, de ha már a néppárt is kezd kiábrándulni. Ugye pofára estek a szélsőjobbosok Ausztriával, pofára estek Hollandiával, legújabban pofára estek Franciaországban. És hát, a megítélés, ez borzasztó érdekes. De te mit tapasztalsz? 90-es évek bekövetkeztek a rendszerváltás, akkor jöttek ide a külföldiek, és úgy néztek ránk, mint a nomád izékre, akik csak a gulyáslevest ismerik meg, nyargalásznak fel alá a pusztába. Aztán ezen hosszan dolgoztunk, és eljutottunk oda, hogy elfogadtak minket normális európai üzletembereként. Most megint úgy jelennek meg a külföldiek, mint aki még mindig a nyereg alakújítja a húst. És ez mind a magyarok így jönnek felénk, a külföldiek, hogy de hát nálatok van egy ilyen kvázi diktatúra, ezt szokták nekem mondani, amit ők Kazaksztánhoz és a közép-ázsiai országokhoz szoktak hasonlítani. És erre nem tudok mit mondani, csak az, hogy ne, higgyék el, tényleg értem, amiről beszélnek, beszélek idegen nyelveket, nem kell tolmács, mert ilyen, elkezdenek ilyen lassan beszélni, hogy biztos, hogy értem. Csak annyit kiegészítésre, azért ne felejtsük el, egy mondatot fogok mondani, igazgató bácsi, azt, hogy azért ez az Orbán Viktornak mindennel együtt nagyon óriási presztízsvereség. Egy mondat, Gurnános. Európának a legnagyobb értéke egyébként a béke mindenek mellett. 73 éve Európában béke van. Nekünk ott a helyünk. Iszonyú mázist tavat. Képzeljétek el, hogy a nagyanyám 1900-ban született. Három bátyja halt meg az első világháborúban. 6 gyereket nevelt, gazdasági világválság. Második világháború 50, Jézus Mária, ezt képest. Na, következő témánk. Hát ez megint...
jó buli lesz a szocialisták részéről. Na nézzük! Gyurcsány Ferenc ma szóban tájékoztatta Molnár Zsoltot, a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának szocialista elnökét azokról az információkról, amelyek Orbán Viktorral kapcsolatban a birtokába jutottak. A DK elnöke hetek óta arról beszél, olyan dokumentumokat látott, amelyekkel zsarolható a miniszterelnök. Azt mondja Várad Júli, hogy zsarolni is akarja. Vonalban van Molnár Zsolt, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának kezelnöke, vagy remélem, hogy itt van. Jó napot! Jó estét kívánok, jó napot kívánok önnek és a kedves hallgatóknak, nézőknek. Hát ugye önnek mindig az a probléma, hogyha meglátom a tévéképernyőn, akkor mindig azzal kezdő, hogy amit elmondhatok. Gondolom, hogy végig gondolt, hogy mit mondhat el, hát vágjunk bele, mivel állt elő Gyurcsány Ferenc, és abból mi az, amit ön nem mondhat el, csak úgy célozzon rá. Tisztelettel azzal kezdeném, hogy ma az Országgyűlés hivatalos helységében, a Nemzetbiztonsági Bizottság szobájában, jegyzőkönyvvezető mellett, egy szó szerinti jegyzőkönyvben volt miniszterelnök úr, nagyjából azzal az ügyel kapcsolatban, amit ő a nyilvánosság elé tárt, ezzel kapcsolatosan mondott el információkat. Szeretném itt azt elmondani, hogy bizonyítékot, vagy bármilyen dokumentumot nem tárt elém, kizárólag az által elmondottakból értesültem erről a történetről. Más szempontból pedig minősített információnak minősül, hiszen azt kértem miniszterelnök úr, hogy ezek kizárólag a bizottság hivatalos jegyzőkönyvére kerüljenek be. Bocsánat, hogy közbevágom, de én jobb izett emberként nem egészen értem. Egy adat attól lesz minősített, hogy minősítette az, aki erre hivatott. Én nem tudom, hogy ha beállít önhöz Gyurcsány Ferenc, vagy akár bármelyik másik politikus, kérheti azt, hogy ezt minősített adatként kezeljék. Ki ő? Titok gazda, vagy kicsoda? Hát jogilag szerintem ez abszolút ingatag lábakon áll az ő kérése. Azért azt hozzá kell tenni, hogy azok az állítások, amelyek ott megfogalmazottak, és mondom kétségtelen, hogy ezeknek a részleteit nem mondhatom el, de ezek kétségtelenül a nemzeti szuverenitással és Magyarország nemzetbiztonsági érdekeivel voltak. Tehát magyarán egy átlagember, az átlagember erre azt mondja, hogy államtitkokat mondott el. Igen, így helyes a megfogalmazás. Igen, csak aki egy kicsit jogilag nézi a dolgot, azt mondja, az államtitok attól államtitok, hogy államtitoknak minősítették. Itt most önök ketten plusz egy jegyzőkönyvvezető hogyan állapodik meg arról, hogy most ez az vagy nem az? Mert szerintem nem az. A nemzetbiztonsági törvény tartalma ezeket a szempontokat, ezeknek az állítások megfelelnek, és hangsúlyozom, az állítások valóságtartalmát én nem tudom ellenőrizni, nem is ez a feladatom. Na most... Természetesen volt miniszterelnök úr majd, amennyiben kívánja, ugye ő elmondott nagyon sok mindent, ahhoz tartja magát, én is ilyen szempontból, de azok az állítások, hogy amennyiben igazak, igen. Nem tudom, nem is tudhatom, akkor kétségtelenül megalapozzák a nemzetbiztonsági minősítés, ezt nem tudok ennél szabatosabban. Értem, de akkor, ha ezek valósnak bizonyulnak Gyurcsány Ferenc állítása, illetve az ő általa meg nem mutatott, de majd előkerítendő bizonyítékok, akkor valóban megállhat az, hogy Orbán Viktor jelentős összegeket tett zsebre, nyilván illegálisan, mert hát ugye a vagyonbevállása szerint 750 000 forint a megtakarítása. Itt meg több százmillióról van szó. Én úgy fogalmaznék, hogy volt miniszterelnök úr Gyurcsány Ferenc viszonylag sok információt megosztott a nyilvánossággal az elmúlt napokban. Ez azzal nagyon összefüggő, és nem tér el ezek az állítások lényegében azoktól. De hogy pontosan szóról-szóra mi hangzott el, azt ilyen egyértelműséggel nem mondhatom el, de azt igen, hogy ezek alkalmasak lennének Magyarország szuverenitásának, nemzetbiztonsági tekintélyének, vagy akár a miniszterelnök személyével kapcsolatosan Magyarországok negatív megítélésére, vagy pedig arra, hogy akár a miniszterelnök támadhatóvá váljon. De ennél konkrétabbat sajnos nem mondhatom. Várada Júli akar kérdezni öntől. Én csak annyit kérdeznék, hogy kapott-e bármiféle ígéretet, vagy kaptak-e ígéretet arra, hogy lesz tárgyi bizonyíték, mikorra lesz és hogyan lesz? Nagy tisztelettel volt miniszterelnök úr, annyit mondott nekem, hogy amennyiben rendelkezik majd bizonyítékokkal, akkor ezek, amennyiben ezek nemzetbiztonságilag relevánsak, már pedig vélelmezem, hogy azok, akkor ezeket meg fogja osztani. De hogy mondta, ez mikor, hogyan, milyen körülmények között, ki, ezekről semmilyen információt nem kaptam. És ha megkaptam volna, akkor megkötne a titoktartást, de nem kaptam. Gornándor... Más az állítás és más a bizonyítás. Tehát én is azt gondolom, hogy egy állítás az egy kinyilatkoztatás.
Igazából akkor lehet tovább menni ebben a történetben, ha kézzelfogható bizonyítékokat tesz le a volt miniszterelnök. Volt-e valamiféle utalás arra, hogy milyen következő lépésekben gondolkodik Gyurcsány Ferenc? Mert hogyha végignézzük, 4. 20 Békés Csabán az orosz elnöknek olyan bizonyítékai vannak, hogy Orbán zsarolható, 4. 21 egy nappal később ATV egyenes beszéd, tudok valamit, Orbán miniszterelnök bizonyos tényeket, dokumentumokkal szembesíteni. 5. hó 1, tehát most május 1-e, Gyurcsány azt mondja, a dokumentumokkal megmutattam, stb. Tegnap Gréci Zsolt volt a vendégem. Nagyon óvatosan arra célzott, hogy külföldi titkosszolgálatok által prezentáltak ezek a bizonyos dokumentumok. De vajon mi az indok, hogy ezeket nem adják elő azok, akiknek a kezében van? Mitől tartanak, vagy miért tartják maguknál, meddig? Hallgassuk Molnár Zsoltot, szóval, hogy mit lát? Ezzel kapcsolatosan a miniszterelnök úr semmilyen konkrétumot nem mondott, illetve... Bocsánat, a forrásokra céloztam, hogy tegnap a Gréci Zsolt valamiféle módon, indirekt módon célzott arra, hogy titkosszolgálatok által kerültek Gyurcsány szemeügyébe ezek a bizonyítékok. Ön nem kérdezte meg? Vagy nem... Erről nem lehet beszélni? Én természetesen próbáltam érdeklődni azzal kapcsolatosan, de semmilyen olyan konkrét állítás, ami beazonosíthatóvá tette volna, tehát hogy ne kövessek el titoksértést, vagy saját minősítésem megsértését, amely ugye jelen információk szerint helyesen fönnáll, semmilyen konkrétum nem hangzott el, ami beazonosíthatóvá tenné ezt a történetet ilyen szempontból. Bocsánat, akkor megkérdezhetem, hogy akkor ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ahhoz képest, amit eddig csepegtetett információból egy hagyományos vagy normál tévénéző összerakott, ahhoz képest semmilyen plusz információ nem volt? Nehéz erre igennel vagy nemmel válaszolni, de azt mondanám, hogy olyan konkrétum, amely ezt más vagy konkrétabb megvilágításba, vagy exakt tények hangozhattak volna, ilyen nem történt, így fogalmazni. Köszönöm, Molnár Zsolt volt a telefon túlsó végén a Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Hát van még 2,5 percünk. Gurnándot kérdezem. Hát ugye Gyurcsány DK-s, ön szocialista ugyanúgy, ahogy Molnár Zsolt is. Az önök érdeke mi? Hogy Gyurcsány pofára essen és önök kiröhögjék. De van hajlan bennük erre egyébként abszolút. Hát ezt úgy gondolom, ezt nem jól látja. A mi érdekünk A mi érdekünk az egyetlen egy. Európában maradni és Orbánt leváltani. Ez az érdekünk, nem személy szerint, Magyarországnak ez az érdeke, a magyar embereknek ez az érdeke. Júli, én már hatodszor mondom, hogy számomra egyszerűen hihetetlen, hogy eljuthatunk addig a kérdésig, hogy a magyar miniszterelnök kvázi hazaáruló. Igen. Tehát ez ilyen a világon nincs. Ez még soha senkivel kapcsolatban. Talán Horthy, amikor átadta Nyilasoknak a hatalmat, és ezzel utat engedett És mi a kérdés? Hát, hogy akkor aztán tényleg utálni fognak minket, meg egy aljanépnek néznek, ha a magyar miniszterelnök... Ez nem jelen idő, hogy már most is így van? És a feltételezés arra vonatkozóan, amit hát ezek szerint Gyurcsány Ferenc valamit kell, hogy tudjon, mert különben nem állna oda folyamatosan újabb és újabb helyzetekben. Így van, belőle. De valami nyilván kell, hogy a kezében tartson, vagy nem tart, más tart, mindegy. Az, hogy egyáltalán felvetődik ez, az azt jelzi, hogy itt valóban a maffia van hatalmon. Sajnos lejártam az időnk. Na, egy mondat még Holod Attila. Igazából én csak, hogy rakosgatom össze, tényleg mindig azon agyalok, hogy ha majd mondjuk igazolódik, amit ő mond, akkor vajon azok az események, amelyek bekövetkeztek, és figyeljük nap mint nap a találkozóit, hogy éppen kivel találkozik, stb. Hogyan, az vajon összeáll egy képbe? Akkor, amikor megismerjük ezt az információt? Holod Attila egykori államtitkár kérdően nézett rám, de fogalmam nincs, hogy miről beszélt, mert én azt néztem, most csak ilyen hülyét tudok visszanézni, azt néztem, hogy mi a szavazás eredménye. Ugye a kérdés az volt, és még egyszer, csend legyen már, és azt is, na, szóval,
Telefonon, SMS-ben nem lehet szavazni, online tessék felmenni az atv.hu-ra, vagy a Facebookra, és ott lehet szavazni. A kérdés ma úgy szólt, hogy ön szerint az ország gazdasági pénzügyi helyzete lehetővé teszi azt, hogy a szocialisták visszaadják a 13. havi nyugdíjat. A vendégek közül Gurnándor, MSZP alelnök azt mondta, hogy igen, Váradó Júli kultúrásról azt mondja, igen, és hozzám hasonlóan Holod Attila, egykori energetikának, a mi államtitkáról, mi úgy gondoljuk, hogy sajnos nem. Mindeket elmondtunk. Na, viszont... Helyes. Nem piszkoskodunk, jó? A szavazók 57%-a szerint visszaadható, és kis esélyben maradtak azok, akik mi szerint lehet, sajnos a gazdasági és pénzügyi helyzet ezt még nem teszi lehetővé. Hát a stadionokat persze nem kell ellopni, meg kell gondolni. Igen, a Holod Attilában mi abban is egyetértettünk, hogyha a kérdés úgy lenne feltéve, hogy ellophatják-e, vagy inkább adjuk oda, akkor inkább mi odaadnánk. Úgyhogy mi ketten mi odaadnánk. Okay, hát akkor egyet értünk, csak ugye én másra fordítanám a pénzt. Hát jó, azt mondja, hogy szerkeszt a fülem, életem először van ilyen érdekes technikai eszköz a fülemben. Jól áll, hogy nagyon vége van a műsornak, de holnap is találkozunk, három vendég, három téma, és szavazhatnak, de nem telefonon, online. Viszlát!